Köszöntöm a Pécs Aktuál követőit, látogatóit, szép estét kívánok! Azt hiszem, hogy a hét legfontosabb híre, információja az volt, hogy jövő héten hétfőn, április 19-én nyitnak az óvodák, illetve az általános iskolák alsó tagozatai. Hát, mint szülő is mondom ezt, és mint újságíró ugye az a feladatunk, hogy tájékoztassuk az embereket. A következő beszélgetéssel nem szeretnék bárkit befolyásolni, hiszen nagyon-nagyon sok vélemény elhangzott már ezzel a témával kapcsolatban, de hát nekünk az a feladatunk, hogy tájékoztassunk, és ezzel kapcsolatban a válaszokat csak is egy szakembertől várhatjuk, úgyhogy így lesz a folytatásban is. Úgyhogy nagy tisztelettel köszöntöm dr. Sándor György, pécsi gyermekorvost. Jó estét, doktor úr, köszönjük szépen, hogy elfogadta az invitálást. Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Doktor úr, mi újság? Hogy telnek ezek a napok? Köszönöm szépen, minden rendben. Gyerekek száma nője, az elmúlt időszakban nőtte az elmúlt időszakban? És nagyjából, amit hallok a kérdésből, arra fogok válaszolni, mert van némi zavar a kanalban. De összességében, hogyha a helyzet a kérdés, akkor azt tudom mondani, hogy nyilván az elmúlt időszak iskola lezárásainak köszönhetően nyugodtabb időszakot éltünk, ami nem azt jelenti, hogy nem volt feladatunk, de szerencsére azért a vírusjárvánnyal kapcsolatban gyerekeket illetően egy nyugodtabb időszakról lehet beszámolni, hogyha összességében a számokat figyeljük. Reméljük, ez a hanghiba elhárul. Nem mondtam még, hogy a műsor természetesen interaktív, és a kedves nézőinktől, látogatóinktól a beszélgetés alatt várjuk a kérdéseket, melyeket majd felteszünk a doktor úrnak. No, tehát a heti legfontosabb témánk az ez, hogy jövő héten hétfőn nyitnak az iskolák, illetve az óvodák. Én végeztem egy abszolút nem reprezentatív közvéleménykutatást az ismerősi körben, és igazából két része lehetne itt osztani a válaszokat. Az egyik család úgy dönt, hogy viszi a gyermekét, a másik pedig nem. Én azt mondom, hogy menjünk ementén tovább a beszélgetésben. Kezdjük azokkal, akik úgy döntenek, hogy viszik a gyereküket jövő héten iskolába vagy óvodába. Doktor úr, mire figyeljenek? Mik legyenek a szabályok, hogyha újra iskolába megy vagy óvodába a gyerkőc? Azt gondolom, hogy a szabályok teljes egészében adottak ezek a korábbiakhoz képest. Érdemben nem változnak. Le kell mondani, hogy tartsunk bárhol a védőoltásokkal, amitől az, hogy a járvány előbb-utóbb véget ér, vagy ez lehet az eszköz, amivel véget vetettünk a járványnak. Emellett azért senkit nem mentesít az eddig is megszokott rendszabályok betartásától, ezek változatlanul fontosak. És minden közösségi térben, ahol többen tartózkodnak, főleg zárt térben, ott a maszkviselés, készfertőtlenítés. Tudom, hogy ezek unalomig ismételt szakaszok, de ezek azok az eszközök, amik működnek. Tehát az iskolák működésében eddig is megvoltak az ezzel kapcsolatos rendszabályok, ezeket fogják alkalmazni. Én nem végeztem sem reprezentatív, sem más felmérés, de az a benyomásom a hozzánk eljutott információkból, hogy azért nem teljes osztályokkal függ a legtöbb helyen a tanítás indulni. Tehát talán a távolságtartás is egy egészen más dimenzió értéke. Azok a szülők, akik úgy döntenek, hogy viszik a csemetéjüket óvodába vagy iskolába, utána mondjuk figyeljenek oda esetleg arra, hogy a nagyszülőkkel mondjuk az első hetekben ne találkozzon a gyermek. Mit ajánl, doktor úr? Abban az esetben, hogyha a nagyszülők az oltáson átestek, mert akkor azért szerencsére az ő védettségük lényegesen jobb. Tehát ez sokat javít a helyzeten. Én azt mondanám, hogy akkor, hogyha a gyerekeknek tünetei vannak, légúti tünetei, akkor ne találkozzanak. Ez azért változatlanul egy fontos elővigyázatossági szempont. Igen, erre figyelemmel kell lenni, és korlátozni kell akkor, hogyha indokolt alapból, akkor, hogyha egészséges egy gyermek és a nagyszülők oltottak, ezt csak ismételni tudom, akkor ez nem feltétlenül szükséges. Azért a járvány előre haladtával azt lehet tudni, és egyre több adat van arról, hogy a gyerekek szerepe mi ebben a járványban. A európai adatok szerint a 19 éves életkorig a 5,2%-a került ki ebből a korcsoportból a betegeknek. Tehát a túlnyomó többsége a felnőttek és az időskorúak között került ki a fertőzötteknek. A 10 év alattiak 1,9, a 10 év fölöttiek 3,7%, ezen belül az aránya
Tehát nyilván a döntés mögött volt egy olyan számítás is, mármint az iskola nyitása, óvodák nyitása között, hogy talán ez a populáció, aki eddig a legkevésbé érintett a fertőzésekben. És ebben biztos, hogy nem csak olyan okok szerepelnek, amik a vírussal fognak össze, hanem elsősorban a gyerekek immunrendszerével és a szervezetük sajátosságaival, amiből lehet tudni azt, hogy az immunválaszuk valószínűleg még a korai immunválasz hatékonyabb a vírus megállításában, így az nem tudja az összes tünetét kialakítani, a szervezetüket érinteni. Tehát alapvetően azért jó felszereléssel indulnak neki ennek a helyzetnek a gyerekek, azt tudom mondani, és ez igazából az életkorukból és a szervezetük sajátosságából fakad. És terjedésében betöltött szerepük változatlanul kérdéses, nagyon sok adatot elemeznek ezzel kapcsolatban, de eddig olyan meggyőző adat, hogy a gyerekek tartanák fönt ezt a járvány tünetmentes fertőzőként és a vírus továbbadójaként, ez nem igazolódott. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell rájuk figyelemmel lenni, nem azt jelenti, hogy nincsenek veszélynek kitéve, egyáltalán nem, de azt jelenti, hogy minden elővigyázatosság betartása mellett lehet az esélyét csökkenteni a megbetegedésüknek. Ezt gondolom, hogy ez azért egy fontos alap. Ha ehhez még hozzátesszük azokat a védelmi rendszabályokat, személyes maszkviselés egyéb, amiket már elmondtam, akkor azért jelentősen csökkenthető az esély a megbetegedéseknek. Mikor kezdjünk el aggódni, doktor úr, hiszen itt van a tavasz, reméljük, most már lassan az időjárás, és olyan lesz, egyre több időt töltenek a gyerekek a szabadban, esetleg kimelegednek, könnyebben meghűlnek. Milyen olyan tünetek vannak, amikor aggódni kezdhetünk, vagy gyanakodni? Hát, hogyha kétfele választjuk a kérdést, akkor a vírus terjedésével kapcsolatban azért változatlanul a kontaktus és a közeli kontaktus a vírus átadásának az egyedüli módja. Ez nyilván egy iskolai tartózkodás alatt adott. Az ilyenkor szokványos vírusfertőzésekből lényegesen kevesebbet látunk, köszönhetően a lezárásoknak és az egyéb elővigyázatossági szabályoknak, de valószínűleg a közösségbe visszakerülve ezek is megjelennek a gyerekek között, tehát náthás tünetek előfordulhatnak. A koronavírus fertőzés tünetei gyerekekben túlnyomó többségében a 10 év alattiak között a láz, köhögés, fejfájás, hasmenés voltak. Ezek közt a láz talán ez a legmagasabb arányban előforduló. 10 év fölöttiek között a fejfájás volt körülbelül hasonló gyakorisággal, a láz valamivel kevesebbet fordult elő. Hát én azt gondolom, hogy minden kisgyereknél a következő hetekben, akiknél hirtelen kezdett el légúti tünetek jelennek meg, látva, köhögés is, ezzel együtt láz, az ő esetükben gyanakodni kell és ki kell zárni a koronavírus fertőzést, ezt ebben az esetben megerősíthető, vagy éppen kizárható a fertőzés. Hasonlóképpen azért a hasmenéses tünetek, hiszen többször láttuk, hogy ezek voltak a bevezető tünetei a koronavírus fertőzésnek, ugyanez igaz. Lehet más oka, de pontosan amiatt, hogy gyerekeknél nem feltétlen olyan súlyosságú a koronavírus fertőzés, hogy az napokon belül komoly állapot rosszabbodáshoz vezessen, ezért enyhe, de jellemző tünetek esetén gyanakodni kell. Én azt javaslom, hogyha bárkinek ebben kétsége van, vagy ilyen tünetek felmerülnek, akkor konzultáljon a gyermekorvosával, hívja föl, beszéljék meg, minden lehetőségünk megvan arra, hogy kizárjuk azt, hogy ilyen fertőzésről van szó, és hogy így is segítsük a biztonságos iskolába vagy közösségbe járást. Ha már itt tartunk, érkezett egy kérdés, hogy a brit mutánsnak van-e kifejezett tünete, doktor úr? Valaki írta, hogy az ő gyermeke 4 napig hasmenéssel küzdött például. Ezt gyakori tünetként, ezért is említettem az előbb a hasmenést, voltak ilyen hírek. Én azért fogalmazok, nem csak én, azt gondolom mindenki, aki szakmai részről megszólal ebben a kérdésben óvatosan, mert egy olyan járványról beszélünk, amit nem visszafele nézünk, hanem ez szépen mondva jelenleg íródik, és mi vagyunk a szereplői, tehát az adatok napi szinten gyűlnek össze, és töménytelen mennyiségű. Nagyon sokszor ezek aztán kapnak némi felhangot, felerősítődnek, és megjelennek olyan beszámolók, vagy olyan teóriák, amik valami fajta jellemző tünetként írnak le, adott esetben kis csoportban előforduló problémákat. Tehát kiugró, jellemző eltérést mondani nem lehet. Annyit biztos, hogy az iskolák lezárása előtt ez egyértelműen látható volt, hogy annyiban megváltozott a kép, hogy
Korábban azért egy családon belül rendszerint nem a gyerekek voltak az első betegek. Tehát ők a családi környezetben rendszerint a felnőttektől kapták el. Ezt egyébként az eddigi adatok is megerősítik, szakirodalmi adatok. És ez változott talán valamennyire. Nem is ez a fertőzés terjedés, hanem korábban azért egy 4-5 fős családban volt, hogy csak ketten betegedtek meg. Ez az elmúlt egy hónapban, és az előtti megbetegedéseknél azért úgy nézett ki, hogy szinte mindenki a családban akár több generáción keresztül. Tehát egy gyorsabb terjedést láttunk. Ez volt a benyomásom, hogyha így a saját tapasztalataimat mondom, de egyéb más, olyan speciális eltérést egyelőre nem. Facebookon érkezett a következő kérdés Krisztinától. Az óvodás és a kisiskolás korosztály nem képes a maszkot megfelelően hordani. Gyenge az immunrendszerük, a kezük a szájukban. Nekik, vagy erre a helyzetre mit tanácsol, doktor úr? Az immunrendszerük nem gyenge. Tehát immunrendszerrel kapcsolatban ezt a fogalmat nagyon nehéz értelmezni, hogy gyenge vagy sem. Egyrészt, ahogy az előbb elmondtam, vannak életkori sajátosságok, amik a gyerekek immunrendszerét hatékonyabbá teszik a vírusok elleni védelemben. Nagyjából azzal töltik októbertől áprilisig a közösségben töltött idejüket, hogy ezekkel a vírusokkal birkóznak. Ezek közt most van egy elég nehéz ellenfél a koronavírus képében, de azért ez nem új jelenség. Az is biztosnak látszik, hogy a gyerekkori védőoltásoknak valami egyelőre nehezen behatárolható, de védőszerepe van. Tehát ilyen szempontból ők jók felszereltek. Arra kell figyelni, hogy a minimálisan elérhető és az ő együttműködésükkel megvalósítható legtöbb védelmi szabályt be kell tartani. Én tudom, hogy egy óvodában ez nyilván nem egyszerű, és a közelség meg lesz. Ebben az esetben viszont működik az, hogy az enyhe tünetek esetén is a gyerekeket ellenőrizni kell, keresni kell a fertőzés forrást, hogyha valaki elkapta ezt a fertőzést, azonosítani és megakadályozni a vírus továbbadását. Egyébként amennyire csak lehet, éljenek egészségesen, ahogy egyébként teszik, szabadgáljanak, legyenek a jó levegőn, és ez bőven elegendő jelen helyzetben. Korábbi beszélgetésünkben is elhangzott, én csak megismételni tudom, hogy jelenleg azért a D-vitamin folyamatos és rendszeres adagolásán kívül az életkornak megfelelő dózisban más olyan készítmény, ami valamifajta gyógyszerként vagy immunerősítőnek nevezett készítményként segíthet, ilyen nem ismert. Bízunk abban, hogy ők kellőképpen és jól felszereltek a védelemre. Ezen kívül mit tudnak tenni mondjuk az óvodák meg az iskolák még? Szellőztetni például? Ami az előírás, és ennek a megvalósíthatósága persze sokszor kérdéses volt, de igen, a rendszeres szellőztetés, a felületfertőtlenítés, a belépésnél a hőmérsékletmérés és a gyerekek kézfertőtlenítése, abban az esetben a lehetőség szerint a közösségi terekben, akinél és ameddig ez működik, a maszkviselése, ezek mind-mind olyan apróságok, amik rengeteget számítanak a vírus terjedés akadályoztásában. Mi ezen a szinten tudunk valamit tenni, amit lehet, meg kell tenni ahhoz, hogy ne terjedjen tovább a vírus. Az ezt megelőző kérdésre visszacsatolva, a gyerekek teszteléséről mit gondol? Ajánlatos-e vagy nem? Nagyon egyszerű a kérdés egy olyan szempontból, hogy létezik egy eljárásrend, ami minden orvos számára utasításként szerepel, és ez az eljárásrend tartalmaz, hogy milyen tünetek és milyen körülmények esetén kell valakit tesztelni. Vannak olyan helyzetek, amikor ezt lehet mérlegelni. Sok szempontból viszont fontos, egyrészt nyilván azért annak a kimondása, hogy valaki átesett a vírusfertőzésen, anélkül, hogy ezt igazolnánk, később esetleg az ellenanyagszintek mérésével lehetséges, de én általában próbálom azt követni, hogyha a tünetek megjelennek, jellemzőek, akkor igazoljuk azt, hogy a fertőzésről van szó, egyrészt amiatt, hiszen a koronavírus heveny tünetein kívül, ami azt jelenti, hogy gyerekeknél szerencsére ritkán, de kialakulhatnak súlyosabb légúti tünetek is, ismert, hogy 2-4 héttel a fertőzés lezajlása után kialakulhat egy súlyos állapotot eredményező többszervi gyulladásos tünetegyüttes. Ha beazonosítjuk, hogy kik azok a gyerekek, akik fokozott kockázattal rendelkeznek ezzel kapcsolatban, akkor őket nyilván ennek megfelelően tudjuk figyelni és időben észlelni a jellemző tüneteket. Nagyon sokan sportolnak. Koronavírus fertőzés után a sportorvosi irányelvek szerint
ellenőrizni kell, hogy nincs-e olyan elsősorban szívérrendszeri érintettség, ami veszélyt jelent a nagyobb terhelés esetén, és akár komoly problémát okozhat. Ezért megint csak azt mondom, hogy ha igazoljuk, kimutatjuk a fertőzést, akkor úgy engedjük visszasportolni a gyerekeket, hogy célzottan vizsgáljuk, hogy ilyen kockázati tényező van-e. Tehát én abszolút amellett vagyok, hogy egyébként összhangban az eljárás rendel, hogy azokat, akiknek fölmerül a fertőzés gyanúja, vizsgálni kell, ki kell mutatni a fertőzést, így lehet a kontaktjaikat is adott esetben ellenőrizni. Ez a legbiztosabb módja annak, hogy lássuk, hogy hol tart a járvány. Becslések alapján ezt nagyon nehéz megtenni. Adatok alapján lényegesen könnyebb, ennek egyetlen egy eszköze van, a tesztelés. Biztos, hogy nem ez a legkellemesebb élmény, de azért jól összehasonlítható a koronavírus egyéb tüneteivel, meg egyáltalán az egész helyzet súlyával, egy elviselhető. Pont befutott egy kérdés a többszervi gyulladással kapcsolatban. Krisztina kérdezi, hogy ez mennyire gyakori a gyermekeknél. Egy adatot olvastam most, ami a gyermekgyógyászat legutóbbi számában jelent meg, az 2/10.000-nek adta meg az új esetek számát. Alacsony, azt lehet mondani. Amire most figyelni kell, hogy az előfordulása, ahogy mondtam, 2-4 héttel a lezajlott betegség, vagy a kontaktus után történik, mert az olyan gyerekekben is előfordulhat, akik koronavírusos beteggel találkoztak, nem alakultak ki tüneteik, de a vírus ott volt a szervezetükben, és egyébként ezt a diagnózis felállítás akkor az ellenanyag szinttel mérésével ki is mutatják. Ritkán fordul elő, de minden járvány csúcs után, amikor a legnagyobb számú beteg van, azt követő 2-4 héttel fordul elő a legnagyobb arányban. Én azt lehet mondani, hogy így a harmadik hullám csúcsán nagyjából ez várhatóan a következő egy hónapban lehet az, amikor ez gyakrabban lehet észlelni. Ha annyit mondhatok a tünetekről összegészében, hogy ez azt jelenti, hogy főleg azoknál a gyerekeknél, akiknél tudjuk, hogy átestek a fertőzésen, és azoknál, akiknél tudjuk, hogy koronavírusos beteg volt a családjukban, még akkor is, hogyha tünetmentes volt a gyermekük, akkor ebben az időtartamban jelentkező magas láz, légúti tünetek, hasmenés, esetleg bőrkiütések, kétoldali kötőhártyagyulladás, elesettség, nagyon rossz közérzet. Ez abszolút jellemző erre, vagy ezek a jelei a kórképnek, minden ilyen esetben orvoshoz kell fordulni. Korosztály tekintve itt azért inkább a 10 év körüliek lehetnek érintettek, de ez nem zárja ki azt, hogy más korcsoportban is előforduljon, vagy legalábbis talán a nagyobb gyerekekben fordul elő gyakrabban. De a lényeg, amit meg üzenetként hagynék, az annyi, hogy az ilyen több napig tartó magas láz a felsorolt tünetekkel együtt ideje korán orvosi vizsgálatot tesz szükségessé, tehát mindenki forduljon a gyermekorvosához akkor, hogyha ezeket a tüneteket észlelik. Eddig inkább azokról beszéltünk, akik viszik majd hétfőtől a gyerekeket óviba vagy suliba, azokról is beszélünk, akik úgy döntenek, hogy nem viszik. Ők például akkor mondjuk közösségbe, vagy játszótérre, vagy úgy egyáltalán nem viszik nagyszülőkhöz se a gyermeket vajon? Vagy ne vigyék? Hát ez egy jó kérdés. A döntés egyértelmű. Nyilván tartva a járványtól azzal, hogy egy zárt térben, közösségben nincs ott az a gyerek, akkor nagyobb valószínűséggel nem fog megfertőződni. De hogyha aznap délután a játszótéren ugyanilyen közelségben játszik a társaival, ha nem is hasonló, de majdnem ugyanekkor eséllyel kaphatja el a fertőzést. Tehát ilyen szempontból majdnem, hogy független bizonyos közelség esetén az, hogy hol történik egy találkozás. Egy légúti vírus légzéssel, köhögéssel, nevetéssel átadható. Emiatt, ha ilyen szintig nézzük, akkor igen, a vírus terjedés megállításában a kontaktus szám csökkentése, a találkozások csökkentése, a távolságtartás az egyik legfontosabb eszköz. Ezt akkor mindenhol meg kell valósítani, de hát itt nyilván azért egy kockázat összességről van szó, tehát nem egy napi 4 vagy 6 órában mérjük azt az időt, amíg ezek a találkozások történhetnek, hanem nap teljes hosszában gyakorlatilag. Mi csak fizikai tünetekről beszélgettünk, arra is térjünk azért ki, hogy milyen mentális tünetei lehetnek, vagy hogyan érintheti egyáltalán mentálisan a gyerekeket az, hogy hetekig nem voltak már ugye iskolában, közösségben, és mondjuk most is otthon maradnak.
Én azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, ami még évekig téma lesz, és hosszú távú hatásait tekintve is egy nagyon nagy volumenű, rengeteg szorongás, lelki tünetek okozta testi panaszokat, úgynevezett pszichoszomatikus betegségeket, tünetet látunk gyerekeknél. Fejfájás kifejezetten gyakori az elmúlt hetekben, sokszor a napi 8-10 óra, akár képernyőidőnek köszönhetően. Mozgásszegény heteket tudnak maguk mögött tenni a testsúly gyarapodás, ami sokszor jelentős mértékű, és a mozgáshiány egyéb okai. És itt azt gondolom, hogy főleg a serdülők között, akik egyelőre még otthonról figyelik és követik az eseményeket, de náluk ez egy nagyon súlyos és éles problémává vált. A digitális kiszolgáltatottság, ami azért elég sok veszélyhelyzetet rejt magában, nagyon sok ilyen hatás csapódik le nálunk, gyerekorvosoknál, gyermekpszichológusoknál, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokszor akár a gyermekjóléti szolgálatoknál, gyermekvédelmi szolgálatoknál is. Tehát mindenképp jó lenne, hogyha a megszokott életükhöz visszatérhetnének, ahhoz a közösségi hálóhoz, ami szükséges a egészséges fejlődésükhöz. Illetőleg hát azért most már nagyon sokat lehet arról olvasni, hogy azok a fiatalok, akik akár érettségi vagy bankett elmulasztásával ilyen fontos életeseményeket, amik sarokpontjai egy életútnak, ezeket elvesztik, az ő számukra egy nagyon fontos viszonyítási pontok maradnak el, bár aztán ezek lehetnek olyan dolgok, amik össze is hozzák őket, hiszen itt lesznek, ahogy írta egy cikk, a Covid évfolyamok, akik erre fognak emlékezni. De hogy rövidre zárva azt kell, hogy mondjam, hogy igen, nagyon masszív hatásai vannak ennek az elzártságnak, és ebből a szempontból nagyon-nagyon várjuk azt, hogy ez minél előbb biztonságosan és a lehető legkisebb kockázattal, de megoldódjon és visszatérhessenek a normál kerékvágásba. Nagyon sarkos kérdés következik. A járványcsúcs után lenne érdemes vinni oviba, iskolába a gyereket? Éva kérdezi. Éppen ma olvastam Kemencsi Gábornak egy cikkét a Pécs Virológia szakértői csapatából, aki azt írta, hogy amíg mindenhol nem szűnt meg a járvány, addig nem ért véget a járvány, és muszáj az ország határon túlra is tekinteni, csak hogy egy kicsit távolabbról kezdjem, tehát azért a vírus terjedés az egész világban zajlik, az egész világban születnek mutációk. Emiatt borzasztó nehéz megmondani, hogy hol vannak azok az igaz pillanatok. Ma elhangzott az operatív törzs tájékoztatóján, hogy egy alatt van Magyarországon a reprodukációs index, ami azt jelenti, hogy a fertőződési ráta kellően alacsony ahhoz, hogy lassuljon a vírus terjedése. Én nem tudok olyan optimális időpontot mondani, ez akkor lenne, amikor nagyon biztonságban vagy a fertőződés legkisebb esélyével lehet visszavinni a gyerekeket az iskolába. Előttem egy papír, amin pro és kontra érveket írtam össze magamnak, és ezek közt a pro érvek között szerepeltek a járványügyi adatok, és a gyerekek immunológiai sajátosságai, és a járványban eddig szerzett tapasztalatok, azaz ő relatív megkíméltségük, ami hát egy statisztikai adat annak, aki megbetegedett, főleg akinek súlyosan megbetegedett, annak ez a statisztikai adat, és a családjának nyilván semmit nem számít, de ha nagyban nézzük a számokat, akkor ezek szólnak mellette. Ami ellene szól az, hogy nem ért még véget a járvány, nincs nulla rizikó ilyen szempontból. Úgyhogy én csak ismételni tudom azt, hogy ebből a rengeteg hírből nagyon egyszerűen szerintem saját magunknak más nem kell kihallani, mint hogy azt a 4-5 dolgot tartsuk be nagyon-nagyon fegyelmezetten, ami a vírus terjedést fékezheti. Mi ennyit tehetünk hozzá, és ez nagyon-nagyon sokat jelent, nyilván a mi alatt így a hétköznapokat értem, nem az orvosi munkát, szerencsére azért ott több lehetőségünk is van. Talán ez a legfontosabb, és akkor szinte mindegy, hogy egy csökkenő ilyen szakaszában a járványnak mikor történik ez a nyitás, de ez egy olyan súlyú kérdés, ami az én kompetencián biztos, hogy kevés, úgyhogy ennél többet erről nem szeretnék. Doktor úr, részesen fogja az időnk, viszont záporoznak még a kérdések, összevonnék néhány kérdést. Az egyik ilyen, hogy Anna kérdezi, hogy az egy év alattiak veszélyeztetettebbek-e, és ide lehetne kapcsolni talán azt a kérdést is, hogy a kismamákkal mi a helyzet, ha van mondjuk kis testvére a családban, akkor, és nagy tesó is, akkor őt engedjék-e, vagy ne engedjék, vagy mennyire veszélyeztetett, illetve védőoltás gyerekeknél. A védőoltással kapcsolatban mi most mondanám azt, hogy
könnyűlünk, de ez egy ilyen védőoltási kérdésben azért nem hangzik túl jól, hogy lehetőség szerint minél hamarabb elkezdhessük a gyerekeket oltani. Annyi információnk van, hogy nagyon rövid időn belül a 16 év fölöttiek regisztrációja is elkezdődik, és ez azt jelenti, hogy rövid időn belül az oltás is. Azt tudjuk, hogy a Pfizer oltását 6 év fölöttiekben tesztelték már, és engedélyeztetésre, illetve bocsánat, 12-15 éves korosztálynál biztos, de zajlanak a vizsgálatok a fiatalabbaknál is, és itt már engedélyeztetési folyamatok is elindultak. Én nagyon-nagyon remélem, hogy szeptemberig a gyerekek jó része is megkaphatja ezt az oltást. Ez a remény, az biztos, reméljük erre a lehetőség. És meg lesz várandósok esetében, azt tudjuk, hogy a védőoltás mindenképp javasolt, és a magzatvédelmét is jelenti, sőt, az anyateljes táplálás mellett nem régen jelent meg egy tanulmány, ami kifejezetten magas anyateljel átadott ellenanyag szintet mért védőoltás után, tehát az a babának a védelmét is jelenti. Az egy év alattiakról azt gondoljuk, tudjuk, hogy kisebb a fogékonyságuk, de előfordul köztük megbetegedés, és előfordult súlyos megbetegedés is, tehát nem lehet teljes egészében őket azért kihagyni. Ebből viszont azt gondolom, hogy kellő elővigyázatosság mellett, főleg csecsemőknél azért az ő védelmüket biztosítani lehet. Közösségben járó testvérrel is meg lehet a nagyobbakkal beszélni, hogy mire kell figyelni, hogyha a kis testvérük közelébe mennek, vagy hogyan teszik ezt. Csökkenteni lehet a kockázatot, nyilván a kockázatot megszüntetni jelen esetben teljesen nem. Még egy kérdés, kedves doktor úr, javasolám gyermekeknek az iskolanyitás miatt emelt C, illetve D vitamin adagolást? Ha igen, milyen mennyiségben? Ilyen rövid távon a D vitamin adagolás emelésének feltetőleg nincs jelentősége. Itt inkább a tartós D vitamin adagolással fölépített megfelelő D vitamin szintnek, tehát a rendelkezésre álló készletnek, hogyha lehet így mondani, annak van. Tehát, hogyha folyamatosan kapta azt egy gyermek az iskolába kerülés előtt, akkor most nem kell ennek a szintjén emelni. C-vitamint lehet nagyobb dózisban adni, ez biztos, hogy nem árt, sőt, segíthet a ellenálló képesség szinten tartása. Ez elég egyébként, hogy felkészítsük a gyermeket, hogy újra közösségbe megy, vagy van még más praktika, amit tudunk tenni? Nagyon jó lenne, hogyha lenne más, nem tudok hirtelennyében mondani. Azon kívül, amit elmondtam, hogy az egészségi állapotuk, ami azért szerencsére most úgy tűnik, hogy a lezárásoknak megfelelően, de hogy azért jobb. Lényegesen kevesebb olyan felső légúti fertőzés érte őket idén, mint korábban. Tehát én azt gondolom, hogy ez azért egy jó alap arra, hogy kellő erővel álljanak ellen a következőknek. Így van. Doktor úr, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ismét a rendelkezésünkre állt. Azt hiszem, hogy nagyon sok fontos és hasznos információt hallottunk, és ha nem is minden kérdés, de nagyon sok kérdésre sikerült szerintem válaszolni. Úgyhogy köszönjük szépen tényleg, doktor úr, a válaszokat és a szakértést. Én köszönöm. Köszönjük szépen. És akkor mindenkinek jó egészséget és eseménymentes iskola kezdést kívánok. Így van, minden jót, viszonthallásra. Köszönöm, viszontlátásra. Dr. Sándor Györgynek köszönjük szépen az iménti fél órát, tényleg nagyon-nagyon sok fontosat hallottunk, és ahogy doktor úr is elmondta, jövő héten hétfőtől tehát nyitnak az iskolák, legalábbis az alsó tagozatok, illetve az óvodák. Mindenki vigyázzon magára, és nézzen minket továbbra is, itt a Pécs Aktuálon folyamatosan jelentkezünk friss hírekkel, információkkal, videókkal. Köszönjük szépen a kérdéseket, köszönjük szépen, hogy néztek minket, köszönjük szépen, hogy követték az interjút, a beszélgetést. Találkozunk legközelebb. Kellemes hétvégét kívánok, további szép estét, minden jót, viszontlátásra!